pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Farkas Örs, kormányzati szóvivő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval tulajdonképpen mindenek előtt a legfontosabb a költségvetés. Melyikkel akarja kezdeni, a hazaival, vagy inkább ami előttünk van, az Európai Uniós költségvetéssel? Mert a hazai az úgy tűnik nekem, hogy nagyjából rendben lesz, ha csak valami vírus itt nem teszi tönkre az elképzeléseinket. Hát ezzel a baloldali pártok azért másként voltak, de örülök, hogy így látja. Mi azt gondoljuk, hogy az, ami az országgyűlés elé került, az egy tartható és egyébként egy reális költségvetés. És valóban, ahogy ön is mondja, hogy ha a második hullám, amely esetleg a vírus kapcsán kialakul, ez a gazdaságot nem változtatja meg gyökeresen, mondjuk a várakozásokhoz képest, akkor azok a várakozások, mondom, amit a pénzügyminisztérium megfogalmazott, azok reálisnak mondhatóak. Az pedig, hogy ezt már fél évvel a adott év előtt elfogadhatja az országgyűlés, ez pedig nyilván a gazdasági szektornak kiszámítható és tervezhető működést tesz lehetővé. Ha mégis ez a hullám idő előtt érkezik meg, hisz hogyha ránézünk a világ térképére, akkor Izraelbe tombol, a Közel-Keleten tombol, Amerikába, ha lehet fokozni a tombolást, még jobban tombol, nagyon nagy a betegek száma, nagyon nagy a halálozások száma, sőt, itt Európában is. Milyen intézkedéseket tudunk hozni azon kívül, hogy kellőképpen betároztunk védőfelszerelésből, lélegeztetőgépekből, tehát hogyha jön, saját magunknak van elegendő, feltételezhetően. De mindent megteszünk azért, hogy a turizmus újraéledjen. Ha nem csak átengedjük karavánba ezeket, akik át szeretnének menni közelgő egyéb európai országokba, akkor keményen a vírusokat itt hagyhatják nekünk. Igen, jelenleg ugye az első hullámon túl vagyunk, de Magyarország sikeresen védekezett. A veszélyhelyzet lezártával, amikor megszűnt a különleges jogrend, akkor egy olyan helyzetet igyekeztünk fenntartani, amely adott esetben úgy is hatékony védekezést tesz lehetővé, hogy a veszélyhelyzetet újra nem kell elrendelni. Ennek köszönhetően felmaradt ugye az úgynevezett járványügyi készültség, a kórházparancsnokok, akik éppen az eszközöknek a rendelkezésre állásáról, a szabályok betartásáról kell, hogy gondoskodjanak a kórházakban, ők még ellátják a feladatokat, illetve az országos tiszti főorvosasszony olyan többletjogosultságokat kapott, amelyel ő azonnali döntéseket tud hozni a védekezés érdekében. Jelenleg ott tartunk, hogy az európai országok, Európai Uniós országokból be lehet lépni Magyarországba, Magyarország területére. Itt kezdődik a baj. Igen, ugye az most lehet látni a szomszédos országokban. Szerbia, ami úgy tűnt, hogy biztos, most látszik, hogy nagyon nem igen, biztos. De azért fontos azt látni, hogy horvátoknál is, az osztrákoknál is, a románoknál is nőnek a számok, de azt is fontos látni, hogy a járványnak a jellege, vagy adott esetben egy ilyen fertőzés szám azért nagyon eltérő képet mutathat. És alapvetően, hogyha azért nő meg mondjuk a fertőzés szám egy adott országban, mert van két intézmény, ahol belobban a járvány, de jól körülhatárolhatóan ott tartható, és nem az ország különböző pontjain bukkan fel, és egyszerűen így elterülve, kezelhetetlenül, hanem nem tudom, pici, tehát lokális fertőzöttségi pontok vannak, az nyilván teljesen másféle veszélyt jelent mondjuk a szomszédos országokra, mint hogyha a másik verzió áll fent. Ezt az operatív törzs, amely egyébként ugyanúgy ülésezi, mint a járványnak a kezdeti szakaszán, vagy akár a magyarországi megjelenését megelőzően, ezt folyamatosan figyeli, és nyilvánvalóan, hogyha szükséges lesz, akkor olyan intézkedéseket fognak javasolni akár a kormánynak, akár hoz majd meg az országos tiszti főorvosasszony, amely nyilván a magyar embereknek az egészségét fogja védeni. Ahhoz, hogy rendbe hozzuk magunkat anyagilag, tehát hogy gazdaságilag is túléljük ezt, és esetleges következő hullámokat is, az Európai Unió költségvetése készül az elkövetkezendő 7 évre, és a miniszterelnök Orbán Viktor tegnap azt mondta, hogy mi nem igazán szeretünk kölcsönöket felvenni, de hát hogyha ez a megoldás, hisz nagyon sok európai
uniós tagállam gazdaságilag teljesen a padlón van, akkor nincs más megoldás, hanem föl kell venni. Itt csak a kérdés, hogy minden tagállam ugyanolyan legyen a pénzosztásnál, tehát nem első osztályú vagy másodosztályú uniós tagokról van szó. Igen, azt fontos látni, hogy Magyarország ugye a költségvetését elfogadva, amitről beszéltünk az elején, ugye a jövő évet azt a gazdasági élénkítésnek szenteli a járványügyi készültség fenntartása mellett. Tehát folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy a járvány itt van közöttünk, és amíg nincsen vakcina, és nem lehet ezt a járványt leküzdeni és elpusztítani, addig ez... Addig mi ikonban vagyunk, mert ez jöhet bármikor. De nyilván a másik nagy veszély azok a gazdasági nehézségek, amelyek mondjuk embereknek a munkáját veszik el, és sodornak gazdasági társaságokat nehéz helyzetbe, ezáltal családokat nehéz helyzetbe. Tehát a kettőt, amely ráadásul hogy ellentétes hatású, mert az ember valamelyik kezébe harapnia kell, vagy valamelyik kezét meg kell kösse. Tehát alapvetően ezt ebben a kettőben kell úgy egyensúlyozni, hogy a kecske is és a káposzta is, vagy ez az elv érvényesüljön. De alapvetően az Európai Unió más tagállamaiban, amelyek mondjuk nem tudtak ennyire sikeresen védekezni a járvánnyal szemben, vagy sokkal jobban elhúzódott náluk a járvány, mert azért ne felejtsük el, Magyarországon, amikor a korlátozások időszaka érvényben volt, amikor ezek a nagyon szigorú szabályok között kellett éljünk, azért az egy... Az eredményt is hozott. Így van, viszont egy nagyon rövid időszak volt, hála Istennek. Tehát ha összevetjük... Az a három hónap azért nem volt kevés. Hát értem, csak azzal kell összevetni, hogy az olaszoknál ez 5 hónap volt. Illetve a franciáknál ez 5 hónap volt. Tehát alapvetően Magyarország, és nem csak Magyarország, hanem azért ide említhetjük a visegrádi tagállamokat, a Baltikum államait is, ezt rövidre tudta szorítani ezt az időt, és nyilván ez a gazdaságra is hatással van. De ez Nyugat-Európában másként van, és tekintettel arra, hogy azért nem szigetszerűen működnek ezek a tagállamok, ezért nyilván a gazdasági erő, vagy teljesítő képességük az hatással van többi Európai Uniós országra is. Ezért fogalmazott úgy ugye a miniszterelnök, alapvetően az Európai Uniónak ez segítséget jelenthet. Az a hitelkonstrukció, amiről beszélünk, az egyébként egy relatív olcsó hitelkonstrukció. Tehát ezen akár ki tudunk váltani olyan korábbi hiteleinket, amik nagyobb kamattal tehát voltak? Igen, ezt akartam mondani, hogy látja, mivel az Európai Uniós finanszírozási képesség összességében azért még mindig jobb, mint a magyar, egyébként nagyságrendén majdnem, mint bármelyik másik tagállamé, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mekkora kezesség van emögött a hitel mögött, tehát ezáltal olcsóbban jut pénzhez az Európai Unió, mint hogyha a tagállamok magukat próbálják meg finanszírozni, és ezáltal arra is adott esetben lehetőség van, hogy például olyan mondjuk állampapírkötvényekből finanszírozott államadósságot, amelynek magasabbak a költségei, adott esetben azt kiváltsa Magyarország. Ugye itt a kérdés sokkal inkább az, amit ön is felvetett az elején, hogy ennek mi a megosztása. Tehát ugye 750 milliárdos csomagról beszél, eurós csomagról beszélünk. Ekkora összeg még soha nem volt. Így van. Az viszont azért nem feltétlenül tűnik igazságosnak, és ugye erről a visegrádi tagállamoknak elég markáns véleménye van, hogy a V4-eknek, igen. Hogy alapvetően azok az országok, amelyek már jelenleg is sokkal jobb körülmények között élnek. Amúgy most is olcsóban finanszírozzák magukat, mint mondjuk más Európai Uniós tagállamok, ők sokkal nagyobb részben részesüljenek ebből a hitelből. És de egy klubban mindenkinek ugyanolyan jogai és ugyanolyan lehetőségei kell, hogy legyenek. Hogy figyelme vagyunk arra, hogy egyébként ki milyen állapotban van, tehát a jelenlegi gazdasági visszaesés mondjuk mennyire fogja mondjuk megtépázni az adott gazdaságot, az szerintem rendben van. Csak alapvetően de vannak olyan tagállamok, amik nálunk sokkal rosszabb állapotban vannak, na most akkor minket büntetni kell, mert ők igen, de rosszul gazdálkodtak. Az a lényeg, hogy most az a kép kezd kialakulni, hogy ugye ráadásul mindenki közösen vállal kezességet ezért a hitelért. Itt érdemes a szlovákokat megkérdezni, akik már részesei voltak egyszer egy ennél kisebb volumenű, de közös hitelfelvételnek, amikor az eurozóna vett fel hitelt, vagy annak a tagállamai, és a görögök visszanem fizetése miatt a szlovákoknak kellett például többet befizetni. Nyilván ez a kérdés azért felmerül, és ezeket a kockázatokat az ember akkor tudja rendesen mérlegelni, hogyha mindaz, amit cserébe kap, az legalább pariban van. Világos. Mennyire biztosíték nekünk az, hogy jelenleg Németország lesz, tehát amikor ezek a tárgyalások folynak, Németország lesz az EU vezetője. Már ugye Németország tölti be a soros elnöki tisztséget. Szerintem ez azért nem befolyásolja
érdemben ezeket a tárgyalásokat, mert ugye itt tehát a költségvetéssel egyidejűleg fogadja már el az Európai Unió ezeket a lehetőségeket, vagy él majd ezekre a lehetőségekkel, és ott teljes egyetértésre van szükség, tehát ilyen tekintetben mindegy, hogy ki megy most elő. Jó, de hát látjuk, hogy Franciaország kullog gazdaságilag, Olaszország a tönkremenés szélén van. Hát az biztos, hogy ezekben Németország, aki most a Anglia kivált, tehát Brexit, mintha egy kicsit azért beteg lenne gazdaságilag, nem csak vírusilag, hanem gazdaságilag is az EU. Így van, és ráadásul ugye tegnap úgy is fogalmazott a miniszterelnök, hogy az Európai Unió mindent meg akar oldani a saját problémáin kívül. Tehát ugye a miniszterelnök arról beszélt, hogy erre van egy külön megjegyzésem, csak gondolom sokan nem szeretnék, úgyhogy megkímélem. Tehát, hogy alapvetően mindenre törekedett az Európai Unió az elmúlt években, hogy milyen problémákat próbál megoldani egyébként, amelyek nem az Európai Unióban keletkeznek, mint a migrációra. Migráció, Afrika, Közel-Kelet, pontosan, minden csak éppen itt. Csak éppen az Európai Unió kerül olyan helyzetbe, amely kiszolgáltatott. Az Európai Unió egy kicsit szép lelkű akart lenni. Jó, akkor térjünk vissza a témánkhoz. Saját költségvetésünk megvan. Kellő tartalékok vannak benne, hogyha mégis beüt a mennykő? Igen, ugye mondom, hogy a gazdaság újraindítása a cél, de a járványügyi készültség fenntartása mellett. Tehát az egészségügyi kiadások jelentősen növekednek majd 2021-ben is. Az országgyűlés döntött a 2020-as költségvetésnek a módosításáról. Itt egyet kell tudni, hogy alapvetően nyilván az a fiskális fegyelem, amely még az elmúlt 10 évben jellemezte Magyarországot, és aminek köszönhetően évről évre csökkent az államadósság. Egyébként az állam jóval olcsóban finanszírozza ma már magát, mint tette azt mondjuk 2010-ben, aminek köszönhetően azok a hiánycélok évről évre teljesültek, amelyeket a kormány egyébként megszabott. Ez ebben az évben másként lesz, tehát ebben az évben például az államadóság növekedni fog. Ez mozgástert adott ahhoz a kormánynak, hogy komolyabb megszorítások nélkül, sőt inkább segítve a gazdaságot vészelje át ezt az időszakot, és ugyanaz a fiskális fegyelem viszont, amit eddig láttunk, 2020-ban nem így lesz, viszont 2021-től visszaáll, és ez pedig biztosítékot ad arra is, hogy lesz pénz arra, hogy a járványügyi védekezést azt megoldjuk. Van egy új csont, amit heteken keresztül rákat a média és a politika együttesen. Harmadik kerület, Hajógyári, Óbudai sziget, nem Hajógyári, Óbudai sziget. Tényleg Manhattan készül építeni a kormány ezen a szigeten? Mi csodát, azt nem értettem akinek. Harmadik kerületben van azt egy értem, sziget a Dunába, köszönöm, csak ahol egy amerikai város mintájára, amit úgy hívnak, hogy Manhattan. Ja, igen, értem. Hát, a kormány Manhattant próbál importálni, létesíteni? Nem találkoztam még egyelőre ilyen szándékkal. Semmi tervet nem látod? Hát, nem láttam még egyelőre. 14 milliárdért gátat készülnek építeni, tegnap már hatalmas tüntetéslánc volt, a kutyaszerető emberek oda kivonultak. Én nem találkoztam még ilyen tervekkel, de ezzel kapcsolatban érdemes a miniszterelnökséget megkérdezni, mert hozzájuk tartozik a budapesti. De csak tud mondani nekem valamit a hídról, hogy mikor tolják be a hidat az alagútba, hogy ne romoljon tovább. Az másik kérdés, ugye a Lánchíd az nem az előző témához kötődik, ugye ott továbbra is arra várunk, amiről már hónapok óta beszélünk. Lassan ez a 9. hónap, ami úgy telik el, hogy egyébként egy rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján, amely már alapjául szolgált egy közbeszerzési kiírásnak, a főváros képtelen egy újat kiírni. Mindenféle hivatkozási alapot hallunk arról, hogy miért nem képes erre a főváros, voltak anyagi okai, voltak szervezési okai, és most már úgy látjuk, hogy viszont egészen más indokok lehetnek a háttérben, mint amiről a főpolgármester sajnos beszél. Ez viszont a nemzeti jelképünknek az elképesztő. Nem csak a nemzeti, ez a világörökség szerves része, és a világörökség a formális szerződéseket nem Budapest városával, hanem az országgal köti meg. És hogyha a város képtelen erre, akkor... Pontosan ez a helyzet, tehát semmi nem történt a Lánchíd ügyében az elmúlt 9 hónapban. A főváros kért könnyítéseket, azokat a kormány megtette az összegnek a felhasználási módjáról. Egyébként ezen kívül semmi más nem történt. De nincsenek tervek, nincs pályázat kiírva. Hát de minden tervek vannak, sőt, ezek olyan tervek, amelyeket alapján már Tarrós István egyszer kiírt egy közbeszerzést. Tehát nem tudjuk, hogy miről megy most a lamentálás, ha csak nem éppen
olyan háttérerők mozognak mondjuk a bal oldalon, amelyek mondjuk ezekbe a tervekbe például szeretnének beleszólni, vagy akár a kiírásnak a feltételeibe. Vagy szeretnének megfelelni és megnyerni a pályázatot. Bízunk benne, hogy legközelebb, amikor érkezik hozzánk, akkor többet fogunk tudni, és a megoldás nem az lesz, hogy a láncidat betoljuk, ahogy a vicc mondja az alagút alá, hogy ne romoljon tovább. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Farkas Örs kormányzati szóvivő volt stúdiónk vendége. Megtudtattuk tőle, amit már tudtunk, hogy a költségvetésünk rendben lesz, és ha Isten ments, jön az új hullám, azt is túl kell, hogy éljük, sőt a gazdaság lendítése is beindul. Az, hogy mi lesz az európai 7 esztendős költségvetéssel, azon még dolgoznak, és ha minden igaz, ugyanolyan vétójogunk van, tehát ha megpróbálnak minket más kategóriába sorolni, az nem fog nekik sikerülni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Előzetesek, és jön a Költségvetési Bizottság elnöke, Varjú László, aki elmondja, hogy mi a véleménye a nagyvilágról és a költségvetésről. Tartsanak velünk!